Miközben Pesten győzött vér nélkül a magyar forradalom 1848. március 15-én, Kossuth Lajos 5. Ferdinánddal tárgyalt Bécsben, hogy az előző nappal a pozsonyi országgyűlésen megszavazott feliratot szentesítesse. Az uralkodó csak a Pest-Budán zajlott események hírére engedett Kossuth óhajának, így hozzájárultak ahhoz, hogy március 17-től gróf Batthyány Lajos nevezzék ki magyar miniszterelnöknek, és beleegyeztek, hogy létrejöhessen egy önálló magyar kormány. Bécsből megkapták ígéretül, hogy a király minden reformintézkedést szentesíteni fog, hogy a magyar nép elégedetlensége mindenképpen enyhüljön. Az önálló magyar kormányt a korszakban az első felelős magyar kormánynak nevezték, ugyanis nem a királynak, hanem a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. A minisztérium név sorát Batthyány miniszterelnök az országgyűlés felső tábláján március 23-án hirdette ki. Az ellenzéki párt színeiben Deák Ferenc lett az igazságügyi miniszter, Szemere Bertalan a belügyminiszter, Báró Ötvös József a vallás és közoktatási miniszter, a konzervatív párttól Herceg Eszterházy Pál Antal a király személye körüli miniszter, az ellenzéki Kossuth Lajos mint pénzügyminiszter, Klauzák Gábor földművelés, ipar és kereskedelmi miniszter, a párton kívüli Mészáros Lázár a hadügyminiszter és gróf Széchenyi István a közmunka és közlekedésügyi miniszter lett. Az utolsó magyar rendi országgyűlésen, ami 1848 tavaszán ért véget, a rendek elfogadták azt a törvénycsomagot, amit az 5. Ferdinánd magyar király által szentesített törvények elfogadási ideje miatt április 11-től nevezték áprilisi törvényeknek. Tartalmát tekintve a következőket tartalmazta: a közteherviselés elvének törvénybefoglalása, az úrbéres szolgáltatások megszüntetése, az úrbéres föld a jobbágyok szabad tulajdonába kerül, a birtokosok kártalanítását az állam fedezi, a közös használatú földek legelők felosztásával kapcsolatos vitásügyek rendezésének szabályozása, az úri szék eltörlése, az egyházi tized eltörlése, az ősiség eltörlése, felelős magyar minisztérium létrehozása és a végrehajtói hatalom működésének szabályozása, kétkamarás, évenként összehívandó országgyűlés létrehozása Pesten, az országgyűlés népképviseleti jellegét biztosító választási kódex létrehozása, a partium visszacsatolásának kimondása, egyesülés Erdéllyel, a vármegyék autonómiájának további biztosítása, további szabályozásig a tisztségviselőváltás megtiltása, a szabad királyi városok igazgatásának népképviseleti alapokra helyezése, városi szervek hatáskörének szabályozása, községek közigazgatásának rendezése, egyéb területek közigazgatásának rendezése, törvényi rendelkezés a nemzeti színről és a címerről, nemzetőrség létrehozása, az előzetes cenzúra eltörlésével sajtószabadság biztosítása, a bevett keresztény felekezetek egyenjogúságának biztosítása, tanszabadság deklarálása egyetemi szinten, szabad szak- és tanárválasztás, színházak működésének jogi szabályozása, a földbirtokosok kártalanítása az úrbéres földek elvesztéséért, hitelintézet felállítása a bevétel nélkül maradt földbirtokosok megsegítésére, vasút építési és folyamszabályozási terv lefektetése Széchenyi István munkája alapján. A törvények elfogadásával viszont némi probléma is akadt. A hadsereg kérdését nem rendezték, a törvénycsomag nem döntött nemzeti bank létrehozásáról, amit a 12 pontban szorgalmaztak korábban. Az úrbér eltörlése ellenére a nem úrbéres szolgáltatások megmaradtak. A céhek működése megnehezítette a városi alsóbb rétegek életét, ami az április 17-i pesti céllegények sztrájkjához vezetett. Az áprilisi törvények továbbá nem rendezték az akkori Magyarország Ausztriával való viszonyát. Míg a magyar politikai elit personálunióként értelmezte ezt, addig az osztrákok szerint reálunió működött. Az áprilisi törvények sikerességét nehezítette, hogy a törvények kétharmadát ideiglenes döntésként fogalmazták meg, a választást vagyoni cenzushoz kötötték, és kizárták a nőket és a zsidókat a választás és a választhatóság lehetőségéből. Egyedüli politikai nemzetként a magyart ismerték el, így a nemzetiségek kérdésében Kossuthék nem akartak engedményeket tenni, amivel a reformerek ellen hangolták a Magyarországon élő nemzetiségeket. Az áprilisi törvények ugyanakkor független országként értelmezték Magyarországot a personálunió ellenére, és kimondta Erdély és Magyarország egyesülését. Az első népképviseleti országgyűlési választásokat 1848. június 2. felében megtartották, és a megválasztott országgyűlési képviselőkkel az első népképviseleti országgyűlést
július 5-én nyitották meg, ami egészen a szabadságharc végéig működött és együtt maradt. Az áprilisi törvények hiányosságai közül a legsúlyosabb a jobbágy felszabadítás halogatása volt, ami a régi feudális rendszer felszámolásának hiányát erősítette. A nemzetiségi kérdés rendezésének elmulasztása pedig a nemzetiségek nemzeti érzésének felerősödését jelentette a márciusi eseményeket követően. A horvát országgyűlés emiatt nyíltan is szembe ment a magyar országgyűléssel, és tevékenységükben a bécsi udvar is erősen támogatta annak ellenére, hogy a horvát nemzetiség jelentős kiváltságokat tudhatott magáénak, amivel más nemzetiségek nem rendelkezhettek, köztük a saját országgyűlés összehívásának jogával. A szerbek Karlócán tartottak nemzetiségi gyűlést, és ahogy a szlovákok, úgy ők is saját országgyűlést akartak, mint ahogy a horvátoknak ehhez joguk volt. Az Erdélyben élő románok egyértelmű követelése a jobbágy felszabadítás és a román, mint nemzet egyenjogosítása volt. Előbbi volt különösen a magyarokkal való szembefordulásuk fő oka. Habár a magyar politika napirendre tűzte a kérdést, az erdélyi országgyűlés késedelmes összehívása ezt megnehezítette. A szlovákok nyelvi egyenjogúságot követeltek, saját nemzeti szimbólumok használatának engedélyezését, míg a ruszinok és a szlovének egyáltalán nem fordultak szembe a magyarsággal. A horvátok és a szerbek az ügyeik rendezése érdekében a bécsi udvartól kértek segítséget. A szerbek felkelését a Habsburgok eleinte titokban, majd már nyíltan is támogatni kezdték, és elősegítették a horvátok számára, hogy támadást intézhessenek a magyarok ellen. 1848 nyarán a bécsi udvar előkészítette a tervet arra, hogy visszaálljon az osztrák császár és magyar király teljhatalmi helyzete Magyarország területén. Augusztus 31-én 5. Ferdinánd egy iratban közölte, hogy amennyiben a magyar országgyűlés nem vonja vissza az áprilisi törvényeket, úgy az ország katonai támadásra számíthat. Ezekben a napokban Josip Jelasics császári altábornagy és horvát bán már nyíltan jelezte szándékát arról, hogy császári csapatokkal átlépi a horvát-magyar határt. A magyar kormány a császár figyelmeztetésére válaszul elkezdte rohamléptekben felállítani a magyar honvédsereget. Batthyány miniszterelnök egyedüli célként Jelasics megállítását tűzte ki. 1848. szeptember 11-én Jelasics egy 35 ezer fős sereggel átkelt a Dráván azzal a céllal, hogy az első felelős magyar kormány tevékenységének vége szakadjon, és a bécsi udvar visszaállítsa az áprilisi törvények előtti rendszert. A magyar katonák a túlerővel szemben folyamatos visszavonulásra adták a fejüket. Magyarország nádora és a magyar sereg Batthyány által megbízott vezetője, Habsburg lotaringiai István Ferenc Viktor főherceg, a magyarok érdekeit képviselve találkozót kért Jelasicstól a Balatonnál szeptember 21-ére. Már szeptember 16-án István Nádort viszont 5. Ferdinánd aláírásával ellátott levélben kötelezték arra, hogy a Jelasicssal való béketárgyaláson ne szülessen egyesség, és Budára való visszatérését követően távozzon Bécsbe. A horvát bán és csapata Balatonszemesen állomásozott, és úgy tervezett Székesfehérvár felé haladni a déli part mentén. István Nádor a kisfaludi gőzös fedélzetén kötött volna ki a szemesi kikötőben, hogy Jelasicssal a fedélzeten tudjanak tárgyalni. A víz azon a napon olyan sekély volt, hogy a gőzös nem tudott kikötni, ami Balatonfüredről érkezett, ezért meghiúsult a tárgyalás. Minden a bécsi udvar terve szerint ment. A Habsburg rokont ezzel kimentették az árulás gyanújából, Bécsbe hivatták és szeptember 25-én lemondották hivatalából, hogy a magyarok szemében szimpatikus Habsburg családtag később még jó összekötő lehessen arra az esetre, amennyiben sor kerülne később tárgyalásra. Ennek ellenére még így is István Nádort vonták felelősségre Bécsben elsősorban a kialakult magyar forradalom miatt. Ebben a szeptemberi hónapban Jelasics támadásának hírére a Batthyányi kormány már lemondott. Ugyanakkor az új végrehajtó szerv megalakulásáig adminisztratív feladatokat látott el. Szeptember 16-án ideiglenesen, majd azt követően átmeneti időre, az országgyűlés határozata alapján létrehozták az Országos Honvédelmi Bizottmányt, aminek feladata a Batthyány Lajos korábbi miniszterelnök védelmi intézkedéseinek biztosítása volt. A bizottmány elnöke Kossuth Lajos lett, a gazdaságot átállították haditermelésre, és a törvényhatóságok élére kormánybiztosokat neveztek ki. A cél az áprilisi törvények megvédése lett. A Jelasicsék elől visszavonuló magyar sereget Teleki Ádám gróf vezette, akit később Csányi László váltott le. A magyar kormány népfelkelést hirdetve toborzó kampányt kezdett a Dunántúlon, mozgósította a frissen alakult nemzetőrséget.
Kossuth Lajos mindeközben az Alföldön toborzó körúton szervezett be embereket a Magyar Honvédségbe szeptember 24-én. Jelasics támadásának volt egy súlyos vesztesége. Még szeptember 25-én a Bécsi udvar kinevezte ideiglenes nádornak gróf Lamberg Ferenc Fülöpöt, és így Magyarország katonai parancsnokává lépett elő. Mivel Batthyány miniszterelnök nem ellenjegyezte a kinevezését, ezért a Magyar Országgyűlés érvénytelenítette azt. Szeptember 27-én Lamberg Magyarországra utazott, hogy átvegye a nádori hivatalt. Felelőtlenül, katonai kíséret nélkül igyekezte felkeresni személyesen Batthyányit, aki meg Lamberget próbálta felkeresni a hadsereg állomás helyén, így elkerülték egymást. A Pest-Budai hajóhídon levő feldühödött tömeg attól tartott, hogy Jelasics Bán és a csapatai Pestre fognak jönni, és ebben a bécsiek által küldött Lamberg a kezére fog játszani. A tömeg a hídon felismerte az egyedül levő Lamberg Ferencet, brutálisan meggyilkolták és a holttestét kegyetlenül meggyalázták. Batthyány hiába utazott a hadsereg állomás helyére és hagyta el ezért a fővárost. Hiába akarta ellenjegyezni Lamberg kinevezését, hogy az érvényt szerezzen. E végzetes véletlen hatására az osztrákokkal a nézeteltérést innentől csak fegyveres konfliktus formájában lehetett rendezni. A Magyar Honvédsereg táborát országgyűlési küldöttek keresték fel, akik Móga János altábornagyot harcra akarták rávenni. Így került sor 1848. szeptember 29-én arra, hogy Pákoznál az újoncokból felállt magyar sereg felhagyva a visszavonulással, visszaverte a kétszeres túlerőben levő horvát sereget, aminek hatására Jelasics fegyverszünetet kért, amit kihasznált arra, hogy Győrön át Bécs felé hagyja el az országot. A hátrahagyott horvát helyőrséget a székesfehérvári polgárok fegyverezték le, majd Görgei Artúr, Percel Mór és Csapó Vilmos csapatai körbekerítették és lefegyverezték őket. A pákozdi csata ellenére a szerbek felkelést indítottak, és elfoglalták Aradot és Temesvárt. Október 3-án Lamberg Ferenc Fülöp halál hírére 5. Ferdinánd feloszlatta a Magyar Országgyűlést, Jelasicsot kinevezte Magyarország teljhatalmú biztosának, illetve a Magyar Haderő főparancsnokának. Erre a kinevezésre azért kerülhetett sor, mert a magyar király nem értesült még a pákozdi vereségről és Jelasics meneküléséről. Ez felbátorította a nemzetiségi felkelőket. A szerb csapatok Szerbiából toboroztak önkénteseket, míg Eszék és környékét a magyar honvédek igyekezték tőlük megvédeni. Erdélyben kitört a román népfelkelés, és magyar ellenes mészárlásokat tartottak, amiket a magyar lakosság viszonzott a románoknak. Válaszul egy erdélyi felkelés is kezdetét vette októberben. A szlovákok északon nem tudtak jelentős eredményeket elérni, mivel Komárom és Lipótvár erődjeit a magyarok bebiztosították. Október 6-án kitört a bécsi forradalom. A radikális osztrák lakosság megölette és felakasztotta Lator grófot, az osztrák hadügyminisztert, és felülve annak a pletykának, miszerint Jelasics újabb támadást intéz a magyarok ellen, ezért a hírbe hozott Richter gránátos zászlóaljat megtámadták az osztrák fővárosban. Lator megölésével a katonai erők mozgósítása és Jelasics katonai és politikai támogatottsága ideiglenesen szertefoszlott. A magyar hadsereg a Lajta mentén fontolgatta az osztrák-magyar határátlépését, azonban erről a szándékukról letettek és inkább bebiztosították a Dunántúlt, visszafoglalva minden ott elérhető fontos erődöt. 5. Ferdinánd Olmützbe menekült, ahol október 16-án kinevezte Alfred Candidus Ferdinand zu Windischgrätz herceget az Itálián kívüli császári királyi hadsereg főparancsnokává. Az irányítás alatt a Svechati csatában a Móga János által vezetett 27 000 fős magyar sereg vereséget szenvedett Jelasics és Windischgrätz 30 000 fős egyesült haderejétől október 30-án. Október 31-én Bécset sikeresen visszafoglalták, és az osztrákok forradalmát leverték. Móga, mivel megsebesült, lemondott posztjáról, és Kossuth Lajos átadta a sereg parancsnokságát Görgei Artúrnak. Kossuth és Görgei 1848. novemberében egy olyan tervet dolgozott ki, amivel az ország minél több területét meg akarták őrizni azért, hogy a lehető legtöbb településen újoncozást tudjanak végrehajtani. Erre az időszakra Görgei és Percel Mór seregei védték az ország nyugati felét. 1848. decemberében Ferenc Józsefnek adta át a hatalmat 5. Ferdinánd. A magyarok viszont magyar királynak csak Ferdinándot ismerték el, mivel Ferenc Józsefet nem koronázták meg, és a közjogi kettős hatalom elismerését a magyar törvények nem tették lehetővé. Így az országgyűlés is a feliratait végig Ferdinánd királynak címezte. Erre az időszakra Európa forradalmai kezdtek elcsitulni, viszont a magyar szabadságharc ügye nem nyugodott továbbra sem.
Az európai események hatására viszont belföldön is lettek ellenzői a bécsiek elleni fegyverkezésnek. Franz von Schlick altábornagy még december elején Galíciából megközelítette a Felvidéket és Eperjest, majd december 11-én bevonult Kassára. Az osztrák főerőkkel támadó Windischgrätz támadását Görgei nem tudta védeni nyugatról, Győr felé vonultak vissza, azonban a rossz időjárási viszonyok és a város kedvezőtlen földrajzi fekvése miatt feladták azt. Mivel Perzel Mór seregének egyharmada is odaveszett az osztrák támadások alatt, az Országos Honvédelmi Bizottmány úgy döntött, a magyar kormányzatot és a törvényhozást átköltöztetik Debrecenbe. A magyar csapatok sorozatos vereségének hatására Windischgrätz sikeresen bevette Pest-Budát. Kossuth válaszul a magyar sereg fővezérévé, a lengyel gróf Henrik Dembinskit nevezte ki. 1849. február 26-án és 27-én a kápolnai csatában a magyarok egy újabb súlyos vereséget szenvedtek, főleg Dembinski alkalmatlansága miatt. A tisztikar ezután váltotta őt le és tették a helyére Vetter Antalt. A téli hadjárat során szerzett rengeteg magyar vereség ellenére Windischgrätz továbbra se tudta a teljes magyar honvédsereget megsemmisíteni, és a magyar kormányzat központját se tudta irányítása alá vonni. 1849. március 4-én Ferenc József osztrák császár kiadta az Olmützi alkotmányt, amiben Magyarországot az osztrák császárság saját tartományaként értelmezte, és ezzel a maga részéről a közjogi kettős hatalom kérdését rendezetnek tartotta. Erre válaszul a Debrecenben ülésező magyar országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, és Kossuth Lajost kormányzó elnökké választották, kiadták a magyar függetlenségi nyilatkozatot, az új miniszterelnök Szemere Bertalan lett. Ezzel a szabadságharc célja megváltozott. Innentől Magyarország teljes függetlenségének kivívásáért harcoltak. Ez idő alatt Erdélyt a lengyel Bem József tábornok felszabadította, Vetter Antaltól pedig Görgei Artúr vette át a fővezéri feladatokat. Habár a magyar sereg a tavaszi hadjárat idejére hasonló létszámmal bírt, mint a császári csapatoké, mégis a tüzérségét és a fegyvereit tekintve elmaradottabb, fejletlenebb volt. Görgei a császáriak bekerítésére törekedett, amiben azért bízott, mert Windischgrätz már egy ideje nem kapott a magyar csapatokról érdemi információkat, és ez eredményezte Losonc várának elvesztését is. Görgei terve azonban nem tudott kellő eredményt felmutatni a gyakorlatban. Április 7-én egy új átkarolási hadművelet talált elő. A magyar főerőkkel Komárom felmentését és Pest-Buda visszafoglalását akarták elérni. A hónap végére Komárom felszabadult, de az átkarolásra nem kerülhetett már sor. Ennek ellenére április 23-án már magyar huszárok vonultak be Pestre. Ferenc József osztrák császár a magyar sikereket figyelve belátta, hogy egyedül nem képes a magyar kérdést rendezni, ezért 1849. május 1-én hivatalos levelet küldött Első Miklós orosz cárhoz, amiben fegyveres segítséget kért a magyar szabadságharc leveréséhez. A cár az Erdélyben harcolt orosz segédcsapatok kudarcából okulva egy teljes haderőt küldött kelet felől Magyarországra, mely önmagában is képes volt nagysága és felszereltsége alapján a magyar csapatokat felszámolni. 1849. június közepére így érkezett egy 200 ezer fős orosz sereg, Paszkevics és Rüdiger tábornok irányítása alatt. Görgei terve az volt, hogy a komáromi erődhöz kell összpontosítani a magyar erőket, és még az oroszok érkezése előtt megadásra kell késztetni az osztrák csapatokat. Dembiszki Henrik viszont Arad és Temesvár környékén akarta a magyar seregeket összegyűjteni, ami viszont egy hibás elgondolás volt. Görgei is felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar honvéd csapatoknak túl nagy távolságot kellene megtenni egy ottani gyülekezésre, és az utazással töltött idő alatt az osztrákok és az oroszok egyesült erővel mérhetnek csapást a magyar seregre. Arad és Temesvár környékén gyülekezve pedig nem lehet megtartani se Pestet, sem pedig az északi és nyugati stratégiai pontokat, mert nincs rá elég katona. Azonban mikor az osztrákok újra elfoglalták június 28-án Győrt, nyomban megváltoztatta a döntését és Dembinskinek adott igazat. Görgei hadteste így kénytelen volt a lehető legnagyobb távot átutazni az országban azért, hogy Arad és Temesvár vonzásában összpontosítsák a teljes magyar haderőt. Többször óriási kerülőt kellett tenniük, és szükségtelen csatályba keveredtek bele, amikből ki kellett kászálódniuk. Komárom és Ács térségében Görgei csapatai súlyos vereséget szenvedtek, maga Görgei Artúr is megsérült a harcban, de azt túlélte és még a bekerítést is megúszta embereivel. Eközben Perzel Mór katonáival a Turai csatában egy támadással kis időre megtorpanásra készítette az érkező oroszokat. Dembinski Henrik a saját haditervén túl újfent súlyos stratégiai hibákat követett el,
Harc nélkül feladta Szeged városát, és a szőregi csatában megismerve az osztrák hadvezér Julius von Hajnau kegyetlenkedését, feladta az ott felhúzott sáncokat is. Így a magyar katonák csak óriási késések és vereségek árán jutottak Arad és Temesvár közelébe. 1849. július 1-én Kossuth a radikális változás és a siker reményében bízva Görgei Artúrt leváltotta a honvédség főparancsnoki pozíciójából, és a hadügyminiszter Mészáros Lázár tette a helyére. Július 2-án a Magyar Országgyűlés még Pesten tartózkodott, majd Szegedre és később Aradra költöztették. Dembinszky Henrike közben egy újabb baklövést követett el, miután Szegedet elhagyta és harc nélkül feladta azt. Seregével nem Aradra, hanem a már az osztrákok kezén levő Temesvár felé vonult vissza. A hadtápot Lugosra küldte, ezzel jelezve szándékát a császáriak felé is, hogy nem kíván tovább harcolni. Ekkor érkezett a sereg főparancsnokává frissen kinevezett Bem József, aki a segesvári csatában elvesztette Petőfi Sándort. Bem egy nagyon vakmerő és felelőtlen lépésre szánta el magát. Mindenféle előzetes felmérés nélkül elfogadta Hajnau tábornok kínálatát az ütközetre. Így került sor a temesvári csatára 1849. augusztus 9-én, amiben Bem úgy kezdett bele, hogy nem tudta, mi történt a hadtáppal, és hol van a magyar csapatok utánpótlása. A harc hevében a magyar ütegek elhallgattak, Bem a csata közben lebukott a lováról és a sereg vezér nélkül maradt. Mivel már a magyar honvédeknél nem maradt lőszer, ezért fejvesztett menekülésbe kezdtek. A fősereg Lugosra vonult vissza, hogy hozzáférjenek az utánpótláshoz. Mindez idők alatt Kossuth Lajos Görgei Artúrt teljhatalmú vezetővé, diktátorrá nevezte ki, míg ő maga pedig lemondott. Görgei felismerte, hogy a megmaradt honvédekkel és az Észak-Erdélyben állomáshozó zömében újoncokból álló kazinci hadosztály alkalmatlan a harc folytatására, ezért egyetlen lehetőség maradt, le kell tenni a fegyvert, különben a magyar katonák értelmetlenül dobnák el az életüket. Görgei augusztus 11-én haditanácsot hívott össze, aminek eredményeképpen arról döntött a résztvevőkkel, hogy csak az oroszok előtt hajlandók letenni a fegyvert, és csak akkor, ha a katonák biztosítása mellett a lakossággal is ugyanígy tesznek. Paszkevics megüzente Görgeinek, hogy ők katonai kérdésekben tárgyalnak, minden politikai nézeteltérést az osztrákokkal kell megvitatni. Augusztus 13-án került sor a feldunai sereg fegyverletételére Világosnál, Fjodor Vasziljev Rüdiger tábornok katonái előtt. Ennek hatására rövidesen a honvédség kezén levő várak és a magyar hadosztályok sorra kapituláltak az országban. A szabadságharc ugye elbukott.